Bár tavaly kissé megcsappant a gyermekáldási kedv Székelyudvarhelyen, a szülők fantáziája, legalábbis ami a keresztnévadást illeti, annál gazdagabb volt. Ennek köszönhetően ne lepődjön meg senki, ha néhány hónapon belül Zongát, Leát, Rabinát, Kérát, Zoárdot, Zentét vagy éppen a kis Benettet szólítja anyukája, hisz ezek voltak a 2011-es év legritkább és egyben a mi fülünknek a legszokatlanabbul hangzó nevei, tudtuk meg a Székelyudvarhelyi Anyakönyvi Hivatalban. Ami a gyakori és egyben a legközkedveltebb keresztneveket illeti, tavaly is sokan választottak leánygyermeküknek az Ágnes, Timea, Dóra, Anna, Hanna, Eszter, Boglárka nevek közül. A kisfiúkat leginkább a Tamás, Dániel, Márk, Bence, Balázs, Dávid, Hunor és Gergő nevek valamelyikére keresztelték. Romániában törvény által előírt névjegyzék nincs a keresztnevekre vonatkozóan. Tiltás csak az obszcén jelentésű nevekre tér ki, egyébként bármit lehet adni. Így továbbra is sok, főként roma származású szülő kölcsönzött a szappanoperák hőseitől nevet. Például elég sok Fernanda kislány nevet jegyeztek idén az anyakönyvi osztályon. Törvény leszabályozza, hogy gúny neveket nem jegyezhetünk be, de szerencsére nem volt ilyen kérés, nem fordult senki. Ilyen ritkább nevek, vagy szokatlan nevekkel jöttek, és akkor esetleg ajánlottuk, hogy egy szebb magyar nevet írjanak melléje, hogy mégis a gyerek az élete során könnyebben tudja azt használni. A tavalyi statisztika szerint a születések számának csökkenése mellett a házasságkötési kedv is alacsonyabb volt tavaly előtthöz viszonyítva, ám többen hunytak el, mint 2010-ben. Az elhalálozottak zöme a férfiak köréből került ki. Többen éltek egy tavaly érvénybe lépett törvény adta lehetőséggel is, mely az anyakönyvi hivatalban való válást engedélyezi. 9 házaspár bontotta fel ilyen körülmények között a korábban tett fogadalmat. A tavaly 1430 születés volt, és 2010-es évben 1504 születés, úgyhogy a tavaly 74-jel kevesebb születésünk volt bejegyezve. A házasság pedig 183 volt a tavaly, 2010-ben 200, itt is csökkenés volt, 17 házassággal kevesebb kötetődött meg. Elhalálozás 485 volt a tavalyi évben, és a 2010-ben 477, itt 8-al volt több elhalálozás bejegyezve. Hogy milyen változást hoz az új esztendő, egyelőre nem tudni. Minden esetre jövő év elején ismét beszámolunk nézőinknek ezekről az adatokról.